nekem jaj nagyon. Táska rádió, folyton nyaggatom, nem kell a csend nekem. Gyere kiabálni most egy jót velem. Egy perc nyugtom, mert érzem minden táncra csábító. A táska rádió, ritmus dáridó. Hey ho, oly kábító. Gyere kiabálni, nyáron élni jó. Civil szervezetek képviselői, akik majd a májusvára fel fogják kötni a szalagot, a Szegvári Dobbantó Néptánc Együttes pedig körül fogja táncolni, felvezetésével fogják körül táncolni a fát. De hogy mit is jelent egészen pontosan ez a májusfa állítás, arról kérdezem Magyar Nórát, akit meg is kérem, hogy árulja el nekünk, hogy a májusi szokáshoz milyen tánckincsünk tartozik, vagy milyen különlegességünk. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hát amikor minket fölkértek erre a májusfa állításra, akkor én utána néztem, hogy itt a magyar nyelvterületen, itt az Alföldön milyen hagyományai voltak ennek, és hát igazándiból itt az Alföldön annyira nem is vívott ez a májusfa állítás, inkább ennek a közösségi hagyománya volt meg, ugye a 30-as, 40-es évektől kezdve, és mi is ezt a vonulatot szerettük volna most újra felállítani, és akkor volt egy olyan ötlet, hogy a Szegváron működő civil egyesületek képviselőit megkerestem, hogy segítenének nekünk a májusfát, a szegvári májusfát földíszíteni, és akkor hát ugye ezzel szeretnénk egy kicsit szimbolizálni azt, hogy ugye egy település is akkor tud fejlődni, hogyha a lakosság, a civil szervezetek együtt tudnak működni, és hát bízom benne, hogy ez így is lesz a jövőben is, eddig is így volt, és hogy így is lesz a jövőben is. És igazándiból ilyen tánchagyománya külön nincs ennek a májusfa állításnak. Nyilván vidékenként mindenütt a saját táncokat táncolták. Májusfa állítás után egy ilyen 2-3 héttel, vagy nevezetesebb ünnepkor táncolták ki a felállított májusfát, hát most nem kitáncolni fogjuk, hanem amikor felállítódik ott a sarkon, a művelődési ház és a volt takarék közötti sarkon a májusfa, akkor mi inkább egy ilyen örömtáncot szeretnénk majd járni, amiben a civil szervezetek is segítőink lesznek, tehát ők lesznek a belső körben, és a táncosok fogják még körülállni, és arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy aki úgy gondolja, az akkor álljon be közénk, és táncoljon velünk egy jót. Mi a moldvai magyarságnak két táncát választottuk, azért őket, mert a magyarságnak a legkeletibb ágai ők, és ugye román környezetben ők azok, akik mi nagyon őrzik itt a saját magyarságokat, a magyar hagyományaikat. Nagyon szépen köszönjük, és a szalagoknak egyébként a népi hagyományban különleges jelentősége van, ugye amellett, hogy általában a legények állították az udvarlásuk tárgyának, a megfelelő leánynak a májusfát, más célokat is szolgáltak ezek a szalagok, hiszen mindenféle jó kívánságokat lehetett ráírni, abban reménykedve, hogy ezek majd valóra fognak válni, úgyhogy azt kívánom az itt felsorakozó szervezeteknek, hogy ez a szalag szimbolizálja az ő pozitív jövőképüket, és minden álmok váljanak valóra, és az együttműködés pedig csak erősödjön és erősödjön. És akkor elkezdjük a szalagok felkeltését. A táncosokat, bocsánat, előbb megkérem, hogy hozzák ide a májusfát. Jaj, énekelnek, akkor bocsánat.
elnevezésként megkérem a Dobbantó Néptánc Egyesület képviselőjét, Magyar Nórát, hogy kösse fel a szalagot. A Polgárőr Egyesület képviselőjét kérem, Bihari Ferenc urat, kösse fel a szalagot. Az Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért képviselőjét. Rehátné Vígmáriának köszönjük. A Szegvári FC képviseletében Pöszmet Zsolt köti fel a szalagot. Szegváriak tájékoztatásáért alapítvány képviseletében Kosztolányi Sándorné köti fel a szalagot. Lehet közben egyébként kívánni, és lehet, hogy úgy fokozzuk a hatást. A Magyar Máltai Szeretett Szolgált Szegvári csoportjának képviseletében Gyömbér Ferencnét kérjük, hogy kösse fel a szalagot. Szegvári Diák Sport Egyesület, Gajdáné Boda Ágnes. A Csavargó Szabadidő Egyesület Csatordai Endre. Szegvári Kyokushin Karate Egyesület képviseletében Karászi Emília, aki egyébként most dupla szerepben van jelen, mert hogy néptáncol is, közben itt Nóra súgja nekem a titkokat. Tűzköves Alapítvány képviseletében Vajda Gabriella. A Díszítő Művész Szakkör képviseletében Vasné Agócs Ilona. A Fuszújka Nyugdíjasok Klubja és a Szenior Táncosok képviseletében Víg Károlyné szalag felkötése következik. A Szegvári Irodalmi Kör Magyarné Újvári Ágnes. Szegvárlak Egyesület Bújdosóné Csuka Kis Bernadett. A Rövid Pálca Kör Jeneiné Lucz Mária. Kis férfias segítség. A Szép Öregkor képviseletében Gyermán Józsefné szalag felkötése az utolsó szalag, ami felkerül. Hát ilyenkor szép színes egy májusfa, amikor egy településen aktív és sok nagy számban jelenlévő civil szervezet tudja a szalagját felhelyezni. Hát kedves legények, példát lehet venni, és hazamenni még nem késő ma májusfát állítani. Thank you.
Thank you.
버리고 지금쯤 넌 그녀를 만나 다래야 한 거니 머리를 아무리 지울라도 함께한 날이 얼마인데 지난 시간이 억울해서 자꾸 눈물이
Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Quel amour je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Vendégeink, tisztelettel felkérem Szabó Tibor György Szegvár polgármesterét köszöntőjének megtartására, illetve a retro kiállítás megnyitására is. Át is adom a szót polgármester úrnak. Nagyon szépen köszönöm. Hát üdvözlök minden kedves vendéget itt a retro majálison. Hát én nekem a gyerekkori emlékeim idéződtek fel, amikor a szervezésen gondolkoztunk, hogy tartsunk most egy május 1-én egy retro majálist. Hát én akkor hetekig készültem gyerekkoromban arra, hogy hogyan fogok lemasírozni a sportpályára többet magammal, osztálytársainkkal a lobogó alatt és a nagy színpad előtt szépen mosolyogva a pártitkár úr előtt elvonultunk, ők megtapsoltak, és nagyon jól éreztük magunkat. Igaz, akkor általában mindig főtt egy ilyen 10-15-20 bográsnyi marha pörkölt, hát ezt most nem biztosítottuk, de szerettük volna azért önöket meg vendégül látni, mégpedig ha már majális, akkor legyen sörvizsli, és megkérem önöket, hogy itt a sörsátornál, ahol a bogrács is van, ott van a sörcsap, mindenki a vendégünk. Sörre, virslire és a gyermekekre is gondoltunk, azok pedig a másik asztalnál palacsintával kedveskedik a Szegvárért Egyesület, kedves kezeikkel kenegetik, sütögetik itt az udvarban a palacsintát, hogy fogyasszák egészséggel. Itt május 1-én, ha már május 1-e, még egy dologról azért híres ez a május 1-e, ma éppen 20 éve léptünk be az Unióba, és akkor ha már retro kiállítás, azt döntöttük elsőnek, hogy bent fogjuk megnyitni, de annyi tárgyűlt, használati eszköz gyűlt össze, tényleg a szegváriak jó voltából, hogy nagyon kevesen fértünk volna be, és azt döntöttük, hogy akkor itt kint, itt hivatalosan megnyitnám a retro kiállítást, és még egyszer tényleg nagyon szépen köszönjük a felajánlóknak, azt a rengeteg tárgyat én is hoztam, több tárgyat, a gyerekkori emlékeim idéződnek fel, amikor bemegyek és látom azokat az eszközöket, tényleg, ami kisgyermekkoromban otthon is megtalálható volt, úgyhogy élvezzék a kiállítás tárgyait, elevenítsék föl az emlékeiket a 20-30-40-50 évvel ezelőtti tárgyakkal, amik már használaton kívüliek, vagy még némelyiket esetleg használhatják is a kedves szegváriak, de tényleg túlnyomó többsége már csak otthon emlékként őrizzük, de itt most összehoztuk egy kiállítási eseményre ezeket a tárgyakat, és tényleg
kérem az önöket arra, hogy nézzék meg a kiállítást, nagyon érdekes lesz. Hát akkor megnyitnám ezt a retro majálist, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és tényleg sörre, virslire a vendégeink, virsli az olyan fél öt környékén lesz majd, a sör már csapolja a Linda, úgyhogy fáradjanak oda, nyugodtan fogyasszanak. Úgyhogy jó szórakozást mindenkinek! A képre. Oké, fogd meg a képet, mutasd meg arra, hogy milyen szépen festettünk. És gyere, tedd ide a hátad mögé, nehogy valaki belelépjen. Gyönyörű. Hát ez egy kiállítást meg fog érni. Na majd szólunk a polgármester úrnak, jó? Hogy csináljon nekünk helyet a teremből, a retro mellett. Oké, megbeszéltük. Na, hát én kezdek megéhezni, főleg, hogy ez a isteni finom palacsinta illat jön erre felénk, de képzeljétek, mi is palacsintát fogunk sütni, pedig nem beszéltem össze a nénikkel. Nem baj? Na, arra be! Hajrá! Jó, megérkeztünk! Letesszük a vállunkról. Oké, na hát akkor. Anya legnagyobb fazekát előveszed a konyhából. Be lehetem állni? Csimoták, gyertek! Szabad! Ide néz, itt a helyetek. Nyugodtan. Megvárunk, mert sok kéz kell a palacsintához. Szóval, legnagyobb fazekat előveszed, meg fogod. A polc tetején tartja anya, tudom, a legnagyobb fakanalat. Beveszed, beleállítod, és indulhat? Készíthetjük? Figyelj! 5, 6, 7, és csinta, csinta, palacsinta, fogd a fejed, oda süt a palacsinta, ha oda süt, sütünk más, feleségem a hibás, mert ha oda süt, eszünk más, férjem uram, a hibás. Elaludtam, mihány cicaj játszhatunk, ha felébred, akkor aztán szaladjunk. Kelj fel, cica, kelj fel, itt van a jó fejfel. Mihály cica fölébred? Hűha, valami történt. Azaz, fölébred, nyújtózkodik egyet, nyávog egyet. És próbáljatok nem messzire szaladni, hadd fogjon meg gyorsan valakit. Fudás! Azaz, fogd meg! Aha, ajj! Thank you.
közben, yeah. Inkább az út nagy, amit ti jöttek. Tőlelé, 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 repülünk fölfelé, fölfelé, erőt ad a szembeszél. Szó, senki nem segített, arról senki nem beszél. Az ajtót előttemet csukták, a csillagokat lehazudták. Jár a szájt, de ők lusták, folyton az agyamat húzzák, mert a saját életüket unják. Rajtatok a gyűlölet álljon, rajtam a bundák. Megmondtam, de ti nem hiszétek, tényleg semmire nem viszétek. Nem látták, mennyi szart átéltem, nincsen gond.
De műt is itt áll mellettem Blaskovics László, a zenekar frontmember, úgyhogy gyorsan meg is kérdezzük, van-e kedvenc majálisi emléke? Ó, hogy ne. Én egészen kisgyerekkorom óta mindig a felvonulásokkal zenéltem. Akkor még nem basszusgitároztam, hanem trombitáltam egy fúvós zenekarban. Úgyhogy számomra a május elsője az egy volt a trombitálással a végtelenségig. Ez végszóra egy rufi szép uram. Mivel készültetek ma ide Szegvárra? Szeretnék olyan számokat játszani, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Igyekszünk egy nagyon változatos műsort összeállítani. Lesz a countrytól a rockig, illetve a magyar számokig minden. És még egy utolsó gyors kérdés, sör vagy virsli? Mind a kettő, egymás után. Így legyen, kedves vendégek, érezzék magukat nagyon jól. A színpadon a Pop Art zenekar. Nagyon szépen köszönjük, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mi is a Vásárhelyi Pop Art együttes nevében. Az első számunk címe a Bad Moon Risingból, és következzék egy igazi, autentikus country, amelynek a címe On the Road Again. Éve. Again.
the road again. I just can't wait to get on the road again. Well, I thought of making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. Én kérek elnézést, hogy mindenkit letegezek, kettő okom van erre. Az egyik, hogy nagyon, nagyon rossz nevelést kaptam valószínűleg. A másik egyébként, ahogy körülnézek, én vagyok a legidősebb, tehát simán akkor viszont. Nem, én. Én vagyok a legidősebb. Egy nagyon nedves helyre szeretném, hogyha elkalauzolhatnálak benneteket elsőként. Egy olyan helyre, ahol oltári bulik szoktak lenni, mert buli volt. Buli lesz, és hogyha minden igaz, akkor buli van itt ma délután. Úgyhogy szóljon a nóta! Buli van! Hello! Ez az! Én nagyon szeretném, hogyha megpróbálnátok nekem egy kicsit segíteni, amit többféleképpen lehet, például úgy, hogy elcsípjük a ritmust a kezeinkkel. Csak bátran, csak bátran! Hello! Aztán ki ismeri a szöveget, nyugodtan csatlakozzék. Az se baj, hogyha nem pontos a szöveg. Hello! Szóval, hogy is van? Figyelj! Hallom! Alig, hogy kirúgott reggel az ágy, felizzott bennem a régi vágy. Kéne egy buli, egy honóriás, amilyet nem csináltak senki más. Hát vettem a telefont és tárcsáztam, az összes haveromat elhívtam. Igazán írták srácok az ötletet, s mondták a további címekes neveket. Fantasztikus, hogy terjed a hír, nem kellett ábra sem levélpapír. Szélben ott állt a bérház előtt, néhány autó vagy negyven öt. Elindult a nagy kocsi karaván, magát a cél, azt mondtam lazán. Senki nem tudta becsapni magát, mindenki hozott fürdőruhát. Buli van a parton, a szabad strandon, velünk együtt dombolan jár. Buli a vízben és benn a stége, szállj meg te is, egy gyereked is jár. Buli van a parton, a szabad strandon, velünk együtt dombolan jár. Buli a vízben és benn a stége, szállj meg te is, egy gyereked is jár. Hogy kapja és ki tudja még, nincs kimélve az új vendég. Hűvös a sör, nem úgy a lányok, aprócska tangaj, itt nem látok. Szabad a gazda, szabad a part, mindenki megkapja, amit akar. Rúgják a labdát, rúgják a port, micsoda hangulat, mi néz rekord? Buli van a parton, a szabad strandon, elünk együtt dombolan jár. Buli a vízben és benn a stíre, szájbe te is egy neked is jár. Buli van a parton, a szabad strandon, elünk együtt dombolan jár. Buli a vízben és benn a stíre, szájbe te is egy neked is jár. Ez nem
nagyon be van gerjedve, komolyan akar valamit, ezért kézen ragadja a hölgyet, és elkezdi vonszolni a parkoló felé. A hölgy első reakciója az, hogy megveti a lábát nagyon keményen, mert nem adja olcsón magát. Meg amúgy is jó családból származik, ugyebár. De az emberünk annyira ki van gyúrva, hogy egyszerűen fizikailag a nő képtelen ellenállni, és csak ott találja magát egyszer csak a parkolóban, és amikor meglátja az acélszürke gépcsodát, akkor egyszerűen a nőnek nincsen más választása, mint beroskadni az anyósülésre. Megadó pozícióban, és akkor az adott férfiú, neki meg már nem marad más dolga, mint hogy a megfelelő kulcsot a megfelelő lukazatba belehelyezve ráadja a gyújtást. Wow! Hey! Még mindig működik! Attól tartom! Van itt valaki, aki ismeri ezt a mótát? Vagyunk egy páran, na áruljuk el! Kezek meg vannak ma este! A négyzetem szuper gépet nem ámédás, a legjobb öldögyön meg elszakadsz, izomból tekerem a formány, többikbe nyomhatom a gázpedált, messze van még a lenika, lehúzott ablakon a fejem ma, kihajtom és néz az új frizura, a dúda bomba jó. Így a kopphajó, a tükör varázslatos, mikor elindulok, abban indeget, az összes szomszéd a megalajos, Trabanton zárni élvezet, gyorsabban zárnik a kéteret, köszög és köszög, ó, de kaha, az orrod alá dörgül a kis boba, Trabanton zárni élvezet, gyorsabban zárnik a kéteret, köszög és köszög, ó, de kaha, az orrod alá dörgül a kis boba, hadd mássam a kezeket, csak a közön minél többen ez a jól bevált mozgás kultúrához. Pipámra rágyújtok hirtelen, élvezem, ahogy fut velem a táj, szemembe húzom a kalapomba, ne is lássam, hogy elhagytál. Szerelmeim, mint a műszerek, imádom azt, ahogy összekutálnak, idáig kellett, hogy várjak rá, hogy hasznát legyen a diplomának. Keleti kényele, nyugati izgalom, a motor megrobbanó. Ez nem indaló, sőt nem is őr a jó. Csak neked fejl a kikupogó, és Trabanton zárni élvezet. Gyorsabban zár, mint a kételet. Köszök és köszök túl, de kapa. Az orrod alá dörgöl a kis pova. Trabanton zárni élvezet, gyorsabban zárni, mint a kételet. Köszög és köszög, túl a kapa, az orrod alá dörgölök, kis pofa, na most már megint! Csak ha nem veszitek szaplatást, az nyilván! Ez az! Na most kéne, hogy együtt énekeljünk egy kicsit, csak egy kicsit, na! Trabanton zárni, gyorsabban zár, mint a képzelet. Köszög és pöfög, húj, de kapa, az orrod alá dörgöl a kis pofa, jahú! Gitár! Most jön a többenet, figyelem! Trabantozánét döbbened, hátul meg kijön a köbbened. Sühög és prühög, ó, de kapa, az orrod alá dörgöl a kis pofa. Trabantozánét döbbened.
majd kijön a földben el. Szűhög és tűvök, ó, de kaha, a gorgalád őrgőr kis hova. Figyelj, Trabanton szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzeled. Döcög és pöfög, haj, de kafa! Gyere, tapsoljátok be saját magatokat! Hello!